Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült. Befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na akkor üdvözlünk mindenkit vasárnap hajnal is. Most aztán igazán jó reggel, sziasztok. Remélem nem keltél túl korán valás, hogy lancsoljuk a adás második részét. Hát itt most már 10 .50 van, de a jó reggelt még belefér. Így van, és szerda ráadásul. Na figyelj, de fogadjunk, fogadjunk, hogy elmújultad az elmúlt két hetet, hogy a Szabóból Szabi nevet csináljál y a végén. Ezt ugye Dávidnak is fel akartam ajánlani, a Dávid otthon beri White kodik, abban is van Y végül is a végén. Szóval, hogy a Szabó Szabi, de akkor most nem magyarázom el, hogy az milyen jó rapper karrier, és milyen jó ugye az utódaidnak legalább az Y végű név a társadalomban az előrejutást elősegíti, a statisztikák szerint, vagy egy kutatás szerint. Zsolt, én így is megküzdök, hogy ilyen rosszak az adottságaim. Ennek van sportértéke, így kell mondani, érted? Tehát nekem átszerem ugye? Hogy... Én így is megcsinálom. Te csak úgy, az Y-oddal a végén, én meg így is. Ilyen Minket... átlagos névvel. Na, de az, azért mondtam, az úztam el újra, mert utána néztem, hát utána nagyon kurvára utána néztem, tehát egy, egy, egy mintánk, utána néztem, hogy mi a helyzet, Gróf Széchenyi István leszármazottaival, mert hát ő is gondoltam, hogy egy Y végű, de aztán közben rájöttem, hogy nem is Y végű, hanem, hanem mint a pornépé íre végződik a neve. És kezd egy Blik bufutottam bele, szakirodalom 2019. novemberi. Tudod mi a Blik cikkekben, hogy amikor az akkor tudod, hogy nem lesz olyan hosszú. Meg ha. fogod érteni. De tudod, amikor belinkeled ezeket az ekonomisztcikeket, hogy Balázs, podcastra találtam egy nagyon jó ekonomisztikát, akkor mindig én azt a mindenit, és akkor tényleg ugye fél órát eltöltesz vele, kibogarászod a mondani valót. Na, egy blikciknél nincsenek ilyen problémák. Na, hát grósz Écsény István utolsó, politikus utolsó sarjainak egyike, és nagyon jó, tényleg ez a neve, ez hát elképesztő, és így jár iskolába. Gróf, Sárvári, Alsó és Felsővidéki Széchenyi Krisztián. Persze hogy csak a végét használta, nem? Mert ezt nem írta ki a minden tankönyvére az egészet. Nem tudom. Várjuk, hogy a hallgatók megmagyarázzák, hogy az osztálytársai voltak. Hát vagy hát, ha ő is hallgat minket, aki táncművészként dolgozik, és érden él, hitelből vettek lakást, mit tudom én, időnként probléma, probléma van a hó végén a, a, beosztással. Szóval, hogy, hogy pontosan, tehát hogy ők aztán abszolút igazolták azt a, azt a trendet, hogy a, van, egy, van, egy, kiváltságos előnyöd, a szépen visszatendál az átlaghoz. Nem, nem, lesz ugye mindig szerencsét. Hát nekik ugye elég durva, néhány rendszerváltás kellett, hogy, hogy a, az ő vagyonuk elkopjon, de hát Na, hát ez, ez történik a világban, ilyen smik történik, elmúlik az a szerencse, ami a nagy Széchenyi István vagyonát összefújta. Nem a rendszerváltás koptatta el a vagyonát? Hát az is, nem? A, a mi? szocializmus gondolom inkább oda tette ezt a dolgot. És az nem volt rendszerváltás? De, nem azt értettem rendszerváltás, tudod, Sok 90 szoktuk. Sok rendszerváltáson ment át az ország. Jöttek-mentek a rendszerek, és elkomott a vagyon. Na, hát akkor Széchenyi família után, nézzük, megint botondott, de majd azt megint később vesszük föl, azzal a kapcsolatban, hogy mit szórakozik velem a holdalapkezelő, és hogy mi a különbség. Na mindegy, nem mondom el, majd mindjárt, mindjárt beszélgetünk róla. Na figyelj, na akkor figyeljetek, most, akkor, most a vasárnap hajnal van, korán kelünk, és megint üdvözöljük Botondot, a holdalapkezelő CEO-ját. Hello. Hello, Botond. Sziasztok. Megint egy analógiával kezdem, remélem ezt most érteni fogja Valázs is. Na figyeljetek, de volt 2020-ban, ugye óriási összeomlás a világban, és vettem, vagy szerettem volna venni Jets ETF-et. A Jets ETF az a, a amerikai légitársaságokat tömörítő ETF. Ugye az ember nem akar azon tökölni, hogy melyik légitársaság megy vagy nem megy akkor megveszi az egész ETF-et, és bízik benne, hogy úgy is elmúlik ez a karantén szarság. Föl, fölhívtam a bróker cégemet, és mondta a broker, hogy ne haragudj, azt nem vehetsz. Mondom, mi az, hogy nem vehetek? Hát ha, hát, fél éve még vehettem. Ne haragudj, azt nem vehetsz, mert jött egy új, nem tudom milyen szabály, hogy annak nincsen azt hiszem UCITIS leírása annak az ETF-nek, és ezért nem vásárolhatod meg. Egyébként erről itt a, 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 itt a podcastben is nyafogtam rendesen. És tehát, hogy ugye ezt a leírása soha senki nem olvassa. Soha senki. Ez egy ilyen szabályozói baromság, ami, csak, azért van, hogy fölmutassák a, papír pecsétes papírjukat, hogy ők mindent megtettek a kisbefektető védelme értekében, de ők is tudják, hogy ezt a kisbefektető leszarja. Na most óvatosan értsetek egyet velem, mert aknamező felé sétáltok. Hogy, van ez? Nem merek semmit sem mondani, annyira lelkes nem, figyeltek, nem, nem, számtalan esetben egyébként megéltük az elmúlt tényleg 10-20-25 évben, hogy a szabályozó az nem racionálisan dönt. Tehát egy csomó esetben egyébként olyan döntéseket hoz, amivel gyakorlatilag lehetetlenné teszi a, a befektetőnek a működését. Tehát hogy ez ez, meg, és ez a befektető az lehet kicsi, közepes, nagy, profi, egész egyszerűen sokszor meg... Tehát a legeklatánsabb példa nem, sortot betiltja. Mikor tiltja be a sortot a szabályozó? De az általában a politikai döntés, de igen. De, az de a, politikus a, szabályozói a szabályozói döntés az mindig valamilyen politikai döntés. Hát nem, azért az, hogy a, na jó, mindegy, jó, oké, de, de, de egyet, ez, egyet. Ez, nem, figyelj, ez nem szakmai döntés. Hm. Ez soha nem szakmai döntés, hogy betiltja a sortot. Az, ne, az nem, az, például, az okay, mindig politikai. Okay, de, de az, hogy a Jets ETF-re nincsen kellő leírás, az azért nem politikai döntés, hát ezt nem nem kirakni. Nincs kellő leírás, bakára. de akkor fél évvel ezelőtt hogy köthettél, és most nem köthetsz? Mert akkor még nem figyelt fel rá a mm. saszeny szabályozó. Na, mm. na figyelj, de hát ugyanarról beszélünk, buton. na de, az a helyzet, hogy az a holdalapkezelőben is van ilyen szabályozás. Mert mi történik, ha már ennyit elemeztük az OTP szuprát, akkor egy kicsit cseszegetem a hold alapkezelőt is, mert mi történik? Van egy kiváló holdbit alapunk. Nem tudjuk, hogy kiváló, mert még el se indult, de az én fejemben kiváló. És mert honnan tudom, az elmúlt három évben, amikor láttunk, láttunk, mindent, hideget, meleget a tőzsdéken, és például azt láttuk, hogy az egyik legikonikusabb magyar alapkezelő az belebukott ebbe a három évbe. Szóval ezt láttuk a három, elmúlt három évben, és ezt én a saját megtakarításomban nagyon jól abszolváltam ezt a dolgot. És, 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 ugye mi a helyzet? Az, hogy a hold beat alapot, azt nem veheti mindenki, elvileg még három évig, de ebből még nagyon sok vitánk lesz ebből a három évből, lehet, hogy három éven keresztül. Én reméljük, hogy a hold after house is kihúzza addig. Szóval, hogy elvileg nem, nem veheti bárki ez a szabály, és azért, mert van a hold alapkezelőben egy, egy mit tudom, előírás. Írjuk hogy... minőségbiztosításnak. Szerintem van egy szemlélet. Nem is hívnám elvnek, egy szemlélet van, ami arról szól, hogy egészen más az, amikor az ember a saját megtakarításait kezeli, és egészen más az pszichésen is, egyébként döntésében is, sőt, még körülményeiben is, erről ha akarjátok, akkor kitörhetünk, egészen más az, amikor másnak a pénzét kezeli. Ez az esetek többségében a mi tapasztalatunk alapján így van, ezt is olvastuk, és mi azt a döntést hoztuk, hogy ahhoz, hogy valakinek, elindít, vagy valakinek az alapját kinyissuk a befektetők szélesebb vagy széles rétegei fele, ahhoz kell egy három éves teljesítmény, egy három éves track rekord. Nem olyan hosszú az, amikor 30 évben gondolkodunk, Zsolt. Így van. Csak nekem van a három éves track rekordom, És erre azt mondtad most, hogy más-más pénzét kezel. Igen. Erre én azt mondom, hogy valóban más, de csak 10%-ben más. Tehát az, hogy a tőzsdei teljesítményedet mi befolyásolja, meg 70-80%-ban az, hogy a piacon az történik-e, ami a te várakozásod. Az elmúlt három évben, ha én más pénzét kezeltem volna, pont, lehet, hogy kicsit rosszabb, de pont, de, pont, de biztos, hogy nagyon jó hozamaim lettek volna, hiszen az történt mindig a tőzsdén, amit úgy vártam tőle. Így, így nagyon nehéz elbotlani. És a következő három évben valószínűleg nem történik, tehát nagy valószínűség, nem történik semmi különös pán az elmúlt három évhez képest, ami ugye az ilyen 10-20 évente előforduló események voltak az elmúlt három évben a tőzsdéken. ahhoz képest nem fog semmi történni, és itt három év múlva, pont ugyanannyit tudunk az én teljesítményemről, mint tudunk most, csak eltátszoltuk ezt a három évnyi táncot, és egyébként itt, itt én semmi más miatt nem kardoskodok, mint a hallgatók kétszámjegyű hozamhoz való jogáért azért küzdök, hogy végre egy tökös alapba teljessék a pénzüket. Na, Boton? Me, erre meg lesz a lehetőség három év múlva, ugye van annak valószínűsége, mondjuk 50 százalék, hogy a következő három éves teljesítményed olyan lesz, mint az elmúlt három éves. És van valószínűsége annak is, mondjuk 50 százalék, úgy sem tudjuk eldönteni, hogy mennyi, hogy nem lesz olyan. Szóval három év múlva, amikor visszatérünk, akkor vagy pávatáncnak, vagy egy előremutató, óvatos szemléletnek. De ez azért tituláljuk nem igaz, ezt. Ez azért nem igaz, mert amikor három év múlva itt ülünk, és lesz, mit tudom, lesz három év alatt nulla százalék hozzam mondjuk, Igen. az elég szar. Akkor most mit mondasz, hogy úristen, hát nem, nem tud semmit sem mondani, semmivel sem leszel okosabb, mint az elmúlt három évtől. Igen. Tehát ez az, amiről én itt próbálok papolni. Szerintem, szerintem okosabb leszek, hogyha három év után azt látom, hogy vannak piaci környezetek, amikor nagyon jól te, tudsz teljesíteni, és vannak olyan, vagy van olyan piaci környezet, amikor kevésbé, akkor mi ennek a az infónak az ismeretében leszünk, sajnos az ügyfelek nem. Igen, de azt nem fogod tudni tovább sem, hogy a következő három évben melyik piaci körülmény. Tehát, hogy na mindegy. Ez... De Zsolt azt érted, hogy az ügyfelek felé ennek, én, én most tényleg egy szóba minőségbiztosításnak hívom, ami lehet, hogy ilyen nagyon egyszerűsítő, de hogy ennek van értelme, vagy van pozitívuma is. Csak Balázs, ennek van értelme, hogyha egy 26 éves alapkezelőről van szó, aki előtte se nem látott, sem más pénzét nem látta. Mi, mi... nem tudom, kiről van szó. <laughs> Ezzel szemben, tehát most mondom, hogy az elmúlt három évben a legdurvább évek voltak, és nagy, nagyszerűen helytáltam. Egyébként az, ilyenkor, most, most, bánom, hogy Dávid beteg, mert itt akkor most akkor itt fölállhatna, hogy, hogy hát az, az én magánhozamaim azok sehol nincsenek az ő 70 és 90 százalékos 20 meg 21-es hozamaimhoz képest, és ebben lehet, hogy föl kéne hívnunk. És ezt, ez egy mondatot még elrebegé szerintem, nem? Tehát ezt... Szerintem a Dávidot azért kérdezzétek meg, hogy hogy hogyan kezeli ő a szuperpozit, vagy nézzétek meg a magyar és a nem magyar befektetési alapoknak a piacát, hogy ki milyen eredményeket ért el az elmúlt három évben, az elmúlt hatban, és így tovább, és láttok ebben mindenféle mintázatot. Szóval, hogy szerintem tényleg egy ilyen 30 éves időszakban, mert remélem, hogy 30 évig gyakorló portfóliókhez és a Beat alap, azt meg fogjuk ünnepelni a 30. évét, akkor már nem lesz rajta 30 gyertya, tudod, csak egy hármas meg egy nullás mert már nem fog ráférni, bár remélem, hogy jó nagy torta lesz. Szóval, hogy az, az a, három év az semmit nem számít. Ezt Hidd el. értem. Hidd el. A és más, Dávid is majd... Nem? Dávid is kiülte. Dávid is küldte. Dávidnak is gratulálok. Én is kiültem. Már én nem domálok, tudom, mert te hamar kaptam. Ja. Te ne dumálj, mert te se hány éves vagy. Meg ugye más, figyelj, van, van még egy szerintem, aminek te nem fogsz nagy jelentőséget tulajdonítani, hogy egy alapban nem tudsz föltétlenül úgy kötni, mint a saját számládon. És hát ott igenis, meg nem is. Ugye ott az MNB a saját számlán meg az MNB köt van. Nem tehát... fogsz tudni úgy kötni, mint a saját számlán. Nem, de Ebben ez pozitív is, vagyok. meg negatív is. Szerintem ez negatív. Nem tudod azt csinálni. Hát a hallgatóknak nem. magyarázzuk már, hogy többféle dolgot tudsz kötni az alapban, mint magadnak. Ez a pozitívum, amire te gondolsz. Tehát kevesebb a megkötés. Boton nyilván a lelki állapotra gondol, ami negatívabb, vagy nehezebb. Vagy hát, de korlátok vannak. De most milyen korlát? Tehát én a lelki korlátokat, vagy a pszichológiai korlátokat nem van, van olyan korlát, hogy tudod, hogy 10-15% lehet egy részvényből, egy alapból, ez igaz, ja, Igen, de... vannak más korlátok, de nem... Eddig se azt csináltad szerintem, én nem tudom, én nem tudom. Nem, hogy sok. tehát nem eddig se a 100% részvényben ültem, egy részvényben ültem. Tehát nem, nem, ezek nem, ezek nem, nem, olyan, nem, nem olyan dolgok. A, a pszichológia az persze, hogy más, csak mondom, hogy az egy szerintem egy kis, kis részét befolyásolja az egésznek Na mindegy. Szerintem ezt a vitát még nagyon sokszor előveszük ezt, és egyre íge, é, jobban égetni fog téged, Boton, amikor az első éves 20%-ról maradtak le az ügyfelek, a második éves 20%-ról is még mindig. Na, boldog következő éveket kívánok, Botod. Drukkolok a következő három évért. Én, jobban, <laughs> drukkolok, én jobban drukkolok szerintem, mint te. Én jól leszek. Én is drukkolok mindenkinek. Nagyon jó, mindenkinek drukkolunk. Na, akkor köszönjük szépen, Boton. Akkor vissza a másik adásunkhoz. Hello! Sziasztok, köszönöm szépen! Sziasztok! Aztán botond után, most, most tényleg ez egy pázol ez az egész, Karácsony Tamásra fogunk beszélgetni. Miben mivel beszélgettünk Karácsony Tamásról? Hát tudod, te Sergio Ramos hozott fel mindig. Én arra, arra hát játékgyártókról is beszélgettünk. Igen, például. Igen, például, például játék, ja, meg pszichológia, meg, meg izé, tehát attól miért hülyék az emberek. Jaj, hát a kedvenc részeim jönnek. Egy kis racionalitás. A végre az adásba. Na, akkor most üdvözlőjük Karácsony Tamást a körünkben, aki Edittel és Balázsjal együtt került a céghez. Három ifjú. Három ifjú titán. Szia, Tomi! Sziasztok. Másik ifjú titán. Sziasztok! E, igen, én is a Balázsjal, meg az Edittel jöttem de egyszerre, azóta itt nyomjuk már hat éve. Eddig úgy néz ki, hogy jól, jól sült el azóta és egymás mellett húzva itt a szekeret. Ja, elfelejtettem megkérdezni, hogy vannak olyan hozamai, majd mind nekem. ezt mindenkit megkérdezem. jó, Mi, mind Zsolt? Mind nekem. Hát én egy teljesen más portfólió vagyok, portfóliókezelő, így nehéz azért összehasonlítani. Meg a fejben. De most hagyd, Figyelj, a fejben. Sokkal jobbak van. Tomi szerénykedik, tényleg sokkal jobbak. Hát a Tominak nagyon jó hozamai vannak a benchmarkhoz képest. Tavalyi évben. Én nem hiszem el, hogy az én fejemben levő hozamoknál vannak jobb hozamok, de jó legyen, oké. Okay. Na figyeljetek, Tamás mellesleg, ami ott ide került, azóta szervezi lelkesen a focit. Kivéve most, mert most lóg. Hát ha úgy mondjam, a Tamás, ő határozottan nem a vírus flegmák közé, nem a tegnelek közé tartozik. Hát nem, Zsolt, valóban, de miért nem hívod vírus rettegőnek, vírus hisztizőnek? A, már fel magad. Ahogy szokás. Azért nem hívom, mert ő még új fiú, érted? És most nem akarom, hogy a podcast első percében összeomoljon. Úgyhogy... Uh, Tamás, mivel, mivel véded magad? Tehát ugye, mert, mert, valamit szeretnél felhozni a mentséget, de mert mi van, ugye, ha most megint kikapunk a Concordtól fociban? Azt, hogy igen, igazából a felkészülő idősök most lenne a legfontosabb. Eddig egész stabilan, már mióta szerintem ide jöttem, szerveztem ezeket. Pont, pont a vírus kavart be, és ugye még a nagy meccsünk előtt se volt rendes felkészülésünk. Nyilván a Concord Podcastban hallhattuk, hogy mi felkészültünk rendesen évek óta, mondjuk ez pont nem volt igaz de igen, jól jönne egy kis felkészülés nekünk is. Hát igazából az van, hogy a, ha már vírus rettegőségemre hagy reagáljak, feleségemmel pont most várjuk a babát, így talán ez egy ilyen kifogás nekem, amit, amit fel tudok hozni mentségemre. Na jó van, Zsolt, hoz valami statisztikát azonnal, hogy a babára nem is hat negatívan a vírus, vagy valami. Hát szerettem volna, ha nem jutunk el ide, hogy a meg sem született gyermek testét használjátok pajsként, mert milyen teherrel kezdi majd szegény az életét, ha miatta kapunk ki a konkortól. De de, de, de sajnos ide, 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 ide jutottunk. Hát a másik ok azért az az, hogy azért nehezen jönnek nekünk össze mindig ezek a focik. Tehát sajnos még nem vezették be a nagy ötletemet itt a cégbe, hogy a legfont... tehát az utolsó kör az ugye velem legyen, hogy tud az ember, meg szeret focizni, mert igazából így sokra nem fogunk menni hosszú távon az életbe, de... Mármint felvételikor. Felvételikor, igen, amikor felveszünk új munkavállalókat. Igen, az nem lenne rossz. Hogy egyszerűen kötelező testnevelés. Tehát érted? Az iskolában is kötelező testnevelés. Hát ez működik. Ez már egy bevált dolog no. itt Magyarországon. Nálunk van hozzá legalább tornaterem is, vagy focipálya, vagy mi a túró. Na figyelj, a Tamás egyébként most itt támadtam, de valójában nem is tudom most, hogy egy oldalon állunk-e vagy sem, hiszen szerintem irracionálisan is lehet Viszont a Tamás is egy nagy racionalitás zászlóívő, és több cikket is írt ebben a témában. Az egyiknek, amiről beszélni fogunk, annak az a címe, hogy miért nem döntünk mindig racionálisan, és csak egy-két mondatot idézek belőle. Nem, nem is idézek belőle, hanem Tamás. Kezd el! Mi, mit kell tudni ebből a cikkből? Aztán majd rászállok én is. Ez a cikk ugye azért született, mert így a befektetések világában nagyon fontos ez, hogy mindig a racionalitásra tudjunk támaszkodni, mert... Nem, is... csak a arról, nem csak a befektetésekben, arra, hogy közbevállok, nem csak a befektetésekben folytathatod, igen? Igen, akkor nem csak a befektetések világában, de itt azért határozottan fontos nekünk, hogy ne érjenek minket olyan torzítások, amik félre tudják vinni a döntéshozatalt és ugye nagyon fontos az, hogy ezek a torzítások igazából mindenkinél ott vannak, lehet mondjuk Zsolt nálad nincsenek, de mondjuk az emberek 99%-ánál. Na, és hogyha örülök, még nem is köszönöm <laughs> szépen, tovább. És hogyha még nem is tudjuk igazából ö, teljesen magunkat ezektől ö, megóvni, ezektől a torzításoknál, már az is előny, hogyha már tudatában vagyunk annak, hogy érnek minket ilyen torzítások, de hogyha erre felkészülünk, akkor ugye ezeket legalább tudjuk valamilyen szinten kezelni, és akkor így nem okozunk problémát vagy, vagy kezelni, vagy ugye kizárni. Tehát nem csak ez a módszer, hogy, hogy miután tudom, hogy jött, hanem meg, akarod megelőzni azt a helyzetet, amiben ez van. Nekem, nekem ez, is sokszor működött. Mindegy, Igen, van, igen, minde igen. igen. Ez, is, ez, ez is, ez, is, lehet egy. De igazából csak egy hétköznapi példát, ugye, ha említsek, a, amikor ilyen pánik van ugye a piacokon, és nagy esések vannak, akkor ugye mindenki fél, nagyon nehéz olyankor bármit megvenni, megvásárolni, holott ugye ez azért úgymond hülyeség, mert amikor a boltba bemegyünk és látjuk az akciókat, akkor meg valamiért pont annak örülünk, hogy, hogy ilyen nagy lehetőségek vannak ott hirtelen a, az élelmiszerboltban. Jó, uh, jó egy pillanatában be lett, ez, ez, a veljú részvényekre igaz. Tehát amikor tudjuk, hogy ott az a veljú, és csak olcsóban megkapod ezt a veljút, ezt már mondtam, hogy viszont a hit részvényeknél ez fordított, működik, A hit részvényeknél az árfolyam és azt jelzi, hogy fogy a hit. Fogy a value. Ugyanak az a value -ja a hit. Tehát a, a, a hit a ez nem igaz, amit mondasz, de viszont még veljú részvényekkel foglalkozunk. Mintha ilyen egyszerű lenne egyébként szétválasztani minden részvényt, hogy mi benne a hit, meg mi benne a veljú. Tehát Zsolt szerintem ez is egy kicsit egyszerűsítő leírása a helyzetnek. És nem is biztos, hogy jó befektetési döntés az vezet. De vajvaj azoknak a szar részvényekkel, amikkel mi foglalkozunk, abban semmi hit nincs. Tehát, érted? Ha valami fundamentálisan, borzasztóan alul van értékelve, akkor a negatív hit van. Tehát, a, a, akkor arra nem mondhatjuk, hogy van benne hit. Hát hiszünk benne, hogy megfordul. Mi, mi, nekünk van hitünk, az biztos, de. Ezek a sokszor nagyon jó cégek, csak mondom azt, hogy te szar részvénynek hívod őket. Lehet, hogy a befektetők éppen nem szeretik őket erre utalsz, csak hogy a hallgatókat ne tévesszük meg. A jó rész, hogy a Tesla, jó? Oké, okay, mehetünk. És egyébként, például erre mondom azt, hogy jól lehet készülni, ugye? Szoktam mondani, hogy hülyeség az elvek meg a szabályok, mert csak meg gúzsba kötik az embereket, de pont erre valóak. Tehát amikor az ember tudja, előre tudja, hogy ő is sikítani fog a fejében, mert éppen 40%-ot esnek a, a részvényei, és tudja, hogy akkor nincs abban a helyzetben, hogy racionális döntést hozzon, mert erre jók például, hát ugye ilyen a hadsereg, ahol a parancs megtagadás elve, az azt jelenti, hogy megtagad a parancsot, akkor főbelőnek. Ezért aztán, amikor azt mondják neked, hogy ki a lövészárokból, akkor hiába vagy beszarva, kénytelen vagy kiúrani a lövészárokból. Ugye így működik a hadsereg. Na most így működik a, például a technikai jellemzés is, hogy a, ez a stop loss. Tehát a stop loss az pont arra van, hogy előre, amikor higgadt körülmények vannak, és tudsz gondolkozni részvéről, akkor előre eldöntöd, hogy hát figyelj, hogyha ez ez alá rész szinte akkor, akkor, ez már nem egy fölfelé menő rész, hogy akkor ezt már nem szeretném tartani, és eladom. És amikor beesik alá, akkor eladod. Tehát, hogy valahol a stop loss erről szól, hogy az egy olyan elvés szabály, amit arra az esetre hozol meg, amikor, hogy tudod, hogy már nem fogsz tudni gondolkozni, és az fölfelé is igaz, tehát az eufória az fölfelé is van, az ugyanaz a hiszti, ami lefelé az érdelem, és ezért fölfelé is be lehet lőni még a higgat időszakban olyan szinteket, hogy na jó, itt eladok. Igen, ez a szabályrendszer képzés egy, egy jó módszer erre. Én ö, még egy olyat szoktam csinálni, vagy, hogy az, ami nekünk nagyon segít, hogy ugye modelljeink vannak a cégekre, amiből ugye van egy célár, ami, ami ezt tudunk ugye viszonyítani. Így nem úgymond az esésre reagálunk, hanem azt nézzük, hogy tehát van, egy, van egy fogóckodunk, hogy az a cég valójában mennyit ér, nem pedig a, azzal töltjük az időnket, amikor nagy esés, vagy úristen esett, úristen esett, hanem csak hozzámérjük valamihez. Igen, nálunk ez a felérték veszi át egy kicsit a, cél, a, technikai elemzés szerepét, a, a stoproszok, meg a realizáció szerepét. Tehát, hogy más. Hát nem is csak átveszi a szerepét, hanem hát szemben áll vele sokszor. I, I, Vagy hogy úgy mondja, inkább ez az alapja a mi döntéshozatunknak, ez a szabályrendszere, a fundamentális elemzés, és akkor esetleg mellé jöhetnek a technikai dolgok. Így, így értem, a, a párhuzam az, hogy mind a kettő egy szabályrendszer, amit követ. Így van, így van. Így van, pontosan. Még azt szoktam észrevenni, mióta ugye portfóliót kezelek, hogy ezek a torzítások ugye érnek, és amikor felmegy valami, ugye lehet, hogy nem adom el, mert ugye még nagyon tetszik, hogy az, az a részvény, amit megvettem, az még továbbra is jól teljesít, pedig ugye, hogyha ebbe a fundamentális elemzésbe hiszünk, akkor akkor kezd el lecsökkenni annak a upside-ja, És akkor ekkor lehetne olyan, most olyan, olyanokon gondolkodok, hogy hogy lehetne erre valami szabályt nekem kitalálni, hogy mikor hogy méretezek, és hogy, hogy változtatom -e ebből fakadóan az árfélmozgásból fakadóan a pozícióimat. Én mondok oda valamit, mert valami megütötte a szememet, amit már mindig kritizálni akartam, csak Tomi már harmadjára megírja a cikket, és még nem mondtam el neki, hogy szerintem a homo economicus emberkép leírása az nekem nem tetszik. Tehát azt írod, hogy ugye ez a gazdálkodó ember, aki csak a saját érdekeit követi, ez így általánosságban igaz, de gyakorlatilag azt veszed figyelembe, vagy úgy érdelem, mintha mindig csak pénzügyi racionális több pénzt választja a kevesebb helyet, vagy a kisebb kockázat, a nagyobb kockázat helyet. De szerintem a homoekonomikus csak azt mondja, hogy az embernek vannak vágyai, aminek csak egy dimenziója a pénz, de lehet más dimenzió is. Például valakinek ugye az a vágya, hogy ESG részvényt tartson, mert hogy az társadalomnak felelős befektetés. És azt is bele lehet árazni a homoekonomikusba. Igazából a közgazdaságtan csak abban segít, hogy ezeket a vágyakat megpróbáljuk preferencia görbék kialakítani, gyakorlatilag matematizáljuk, függvények kialakítjuk, és így tudunk vele számolni, meg modellezni. De, az, de a az nem azt jelenti, hogy ott nincs valami kiemelt szerepben a pénznek a, a kérdése. Itt pedig úgy írjátok, hogy Zsolt, egyébként mindig úgy használta a racionális embert, mint aki, aki ilyen tökéletesen kalkuláló érzelmeket visszaszorítja. Hát az érzelmek azok szorosan összefüggnek, tehát az, 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 egy vágy, az, hogy van egy vágyad, a homoekonomikus képébe is beleférnek az, hogy vannak vágyak, csak azokat preferencia görbékkel le kell írni, meg matematizálni kell. Igen, ez egy jó gondolat, ugye azon lehet gondolkodni, hogy vagy, hogy defináljuk pontosan ezt a homo economicus Ugye a közgazdaság rendszereknek ez az emberképe, és ugye a közgazdasági rendszerek csak ebbe tudnak gondolkodni, tehát hogy pénz, meg hasznosság, és uh, ilyen uh, dimenziók. De persze hát a mindennapi életben sok racionalitást tudunk <laughs> magunknak ráállni, ugyanilyen, amit te is mondta, hogy az ESG alapok, ami, ami lehet, hogy egy... Valakinek egy olyan értéke, amiért hozom áldozatot is fel tud áldozni, majd, és mégis boldogabb lesz tőle a végén, meg ugye csak ez a, ez, ez a végleges cél. Meg, hogy mondjak még valamit ide, hogy az egyik eltés tanárom, most lehivatkozom, ő mondta ezt mindig, hogy a homo meg a közgazdaságtalan emberképét ezt nem arra találták ki, hogy egy embert jól leírjon, és nem, a, nem arra, hogy a Zsolt e, hirdesse itt a podcastban, hogy ő mennyire felsőbbrendű attól, hogy ő racionális tud lenni és megvalósítja a homo emberképét, hanem arra, hogy amikor szinten modellezünk, akkor ez az emberkép majd hasznos lesz. És erre mindig az volt a példája, hogy a szőlész borásznak is nagyon fontosak az érzelmei, meg mindig elmagyarázza majd, amikor előadást tart a boráról, hogy mennyire lankásak voltak azok a lejtők, meg mennyire szépen sütötte a nap a szőlőszemeket. És egyébként nagyon fontos annak a szőlész borásznak a lelkivilága, hogyha őt magát nézzük, hogy ő egyébként hogyan cselekedett. De a homoekonomikus emberkép az rá nem igaz. Viszont ha azt a kérdést tesszük fel, hogy egyébként, ha nőtt a borára, akkor egyébként többet fog-e termelni ő, vagy több, több szereplő belépe a piacra, akkor az a válasz általánosságban, hogy igen, tehát makró szinten igaz volt az a homo economicus feltevés. De hogyha ő rá magára néztük, akkor, akkor ez, egy, ez teljességgel hülyeség volt. Jó, én most, most nem én kötök ebbe, egy, két éve magyarázom, hogy mi a különbség köztem, meg az emberiség köztem, most nem, most nem, nem fogok itt ezen most itt meg, megbotlani ebben a ragügy. Hogy... Na figyeljetek, először is van ebben a, a, a cikketben egy mérőlászló idézet, az is egyfajta racionálitás, ha figyelembe veszük saját gondolkodásunk. Nem racionálitás volt, tehát ez nagyon jó. Azt mondják, hogy erre tudtok-e példát mondani? Kezdem én, jó? Mert a legegyszerűbb, én például az édességgel vagyok itt. Tehát pontosan tudom, hogyha elém, rakják, elém rakjátok, mert mindig ti rakjátok elém a rohadt csokoládét a portfólió akkor, akkor ott azt, azt akkor rákapcsolódom és, és És ezért én ezt úgy állom meg, hogy hogy nem megyek el közébe csokoládét venni. Csak is, ugye, ti vagytok a rés a pajzson, meg néha ugye a családom, hát ha én egyedül laknék egy barlangban, én olyan sovány lennék, hogy, hogy csak na, de valahogy ti elgáncsoljátok az én édességizémet, mert, mert ott tudom megállni, nem veszem meg. Csak, ha más megveszi, akkor meg vagyok lőve. Na, mondjátok egy példát az, arra az életetekben, hogy hogy küszöböljétek ki az irracionalitást azáltal, hogy, hogy fölkészültök az elkerülésére én ezt amúgy az üdítőit alatt csinálom, de hogy egyébként mondjak egy példát a szakmai múltamból. Amikor elkezdtem kezelni az alapomat, akkor sokra gyakrabban belekötöttem ilyen rövid trávú trédekbe. Tehát, hogy láttam, hogy elkezd esni a piac, és úgy éreztem, hogy na én úgy, úgy, érzem, hogy merre fog menni, és akkor, és akkor belekötöttem több sort, és akkor aztán index, aztán lóg. És egy idő után, ugye nem, nem tettem pár hónap után, tehát nem olyan sok idő után, ugye visszamértem, hogy ez, ez hogy sikerült és hát inkább negatív volt, és akkor rájöttem, hogy ezekben nem nagyon erősek ezek az érzések, hogy azt gondolom, hogy rövid távon tudom, hogy merre megy a piac, de valójában nem tudom valószínűleg, csak, csak ez egy érzés. És akkor ezt visszaméred, és aztán azt mondod, hogy tisztában vagy ezzel, ahogy Mérő László is mondja, tisztában vagy az irracionális társaddal, és abban abba ezt a tevékenységet. Ez még azt tudom hozzáfűzni, hogy sokszor az ember ugye becsapja magát, tehát, hogy racionálissá teszi azt a döntését, ami valójában irracionális. Egyébként ez nem olyan bonyolult megtenni, egyszerűen ugye vannak mindig érvek, meg ellenérvek, nagyon nehéz olyan helyzetet találni manapság, amikor csak az egyik oldalon vannak érvek. Viszont ezeken nagyon jól lehet játszani, hogy bizonyos érveket túlsúlyozunk, másokat, el, másokat pedig alulsúlyozunk. És akkor ugyanilyen lehet egy ilyen tőzsdé befektetésnél, hogyha csak valaki a jó hírekre reagál, és a többit az pedig nem, nem nem veszi figyelembe. Ez is egy torzítás egyébként, amikor már van egy döntésünk, és akkor inkább hozzáolvasunk azoktól a az, az, az szereplőktől, akik ebben a döntésükben minket megerősítenek. Ez, ez amikor a vélemény buborékodat erősíted, az egy nagy bűnösség szerintem. Tehát végülis a, a nap végén azért nagyon könnyű irracionális döntéseket magadban racionálissá... -ra, fejleszteni, mert végül is az ember csak így tud élni, hogy magát azért nem gondolja egy rossz embernek. Na, hát ez nagyon jó átvezetés következő témába, ugyanis Szó volt már ebben a podcastben arról, amikor a tribalizmusról, ugye a, 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 csoporthoz tartozás érzés, hogy ez milyen boldogság, és egy példa volt erre, és akkor a mi kutyánk kölyke, a, a, annak mindent elnézünk, és egy példa erre volt Sergio Ramos esete az egyik BL döntőben, amikor, hát, mit tesz Isten, pont a Liverpool legjobbját kapta el egy ipponnal, amit kiugrott a vála, ugye Mohamed szalának, és le kellett cserélni. És az egész világ elítélte Sergio Ramos tettét, a judoszövetség közölte, hogy ez egy, ippo, ez egy olyan olyan fogás, amit a judóban már öt éve betiltottak, és nálunk a cégben egy ember volt, aki próbált a Sergio Ramos-t mosdatni, és az Karácsony Tamás volt, aki a, nem tudom, világ életében Real Madrid fel volt. Tamás, akkor most akkor hogy van ez a irracionalitás, racionalitás, mindent meg tudunk magyarázni? Mi van Sergio ramos Most, hogy a PSG-ben focizik, most már akkor egy ergisztelen Hát most ha racionálisan akarok gondolkodni, akkor egy Liverpool szurkolóval és egy Lionel Messi fannal szemben most ebben a vitában jobb, hogyha nem megyek nagyon mélyen bele. De alapvetően én nem azt tagadtam, hogy az egy nem egy nem egy szabályos szerelés volt, az biztos, de én a szándékosságát emeltem ki ennek, hogy azért azt nem hiszem, hogy a Ramosz ezt szándékosan csinálja. Tényleg a a játékos a világon az ilyet sose. Nem, nem tudnak ne előhúzni <laughs> 50 ilyen esetet. <gül> <gül> küldök, küldök ma a YouTube videókat, Tomi. <laughs> Na hát igen, itt lehet, hogy egy tettenérés van itt az irracionális döntéseimmel kapcsolatban. Igen, az van. Na de figyelj, ha már irracionálisan döntünk, még racionálisak is, akkor nem csoda, ha zavar minket a választék. És a másik cikked, ez pont erről szólt, ennek az a címe, hogy... hogy Se. Semmi sem bénít, úgy, mint a választék. Igen, és ebből, ebből felolvasok egy mondatot. Olyan világban élünk, amelyben az emberek egyik része attól szenved, hogy nincs választása, a másik része pedig attól, hogy túl sok van. Na, Tamás, mit kell ebben a témában tudnunk? Hát igen, itt egyrészt a piacgazdaság elhozott egy olyan helyzetet, hogy már mindenféle terméket, termékben nagyon sok félét ugye lehet kapni. Még régen ugye volt egy cipő, egy, egy cipész volt mondjuk a, a faluban, és mindenki tőle vette a cipőjét. Cipőt a cipőboltból, ez volt a szocialista reklám. Igen? igen, igen. Manapság meg annyi van, hogy már nehéz ugye választani, és ugye ez az, ami ugye egy bénítást okoz. Valójában itt az a, az a helyzet, hogy attól fél nagyon ilyenkor az ember, és azért tölt sok időt a választással, mert nem akarja megbánni a döntését. És amikor van egy olyan helyzet, ahol nagyon sok a választási lehetőség, akkor ugye a megbánásnak a lehetősége nagyon megnő. Tehát amikor ugye csak egy dolog volt, akkor ez a megbánás ez gyakorlatilag nulla, mert így is, úgy is azt kellett megvennem. Amikor tíz van, akkor biztos vagyok benne, vagy, vagy tíz vagy ötven lehetőség van, akkor biztos lesz egy olyan, amivel jobban járhattam volna, és akkor már kisebb lesz úgymond a hasznossága a, a korábbi döntésemnek. Mert mondok egy példát, ezt, ezt, én, ezt egy pszichológus mondta, nem is tudom, talán videóban láttam, nagyon vicces példa volt, hogyha valaki találkozik, mondjuk most a lányról van szó, randizik egy fiúval, és az a fiú az első randi túrja az órát, hát akkor föláll és ott hagyja. Most, ha a férje az, aki mondjuk egy vacsoránál túlja az órát, akkor már akkor már nincs választási lehetőség, ugye? Tehát kezdve, hogy még sok választási lehetőség van, akkor azonnal ott hagyod, hiszen sok van, ha amikor már nincs, akkor már bele vagy készítve egy pályába, hát ilyen az élet. Igen, de valójában még ugye az szokott lenni, vagy hogy mi is gondolkoztunk sokszor a cégból, hogy mondjuk hány befektetése alapunk legyen, vagy hányat mutatunk a, a, az ügyfeleknek kifelé. Mert ugye az van, hogy amint ugye van egy... Ö, nagyon széles skála, amiből választanunk kell, akkor egyből félünk attól, hogy úristen, ez nekünk mennyi időbe fog kerülni, mire ezt így kitaláljuk, és mindig halazgatjuk ezt a döntést. A végén pedig annak az eredménye az lesz, hogy sokszor nem is döntünk, hanem elhalasztottuk ezt a vásárlást vagy, vagy döntést. És ezért vannak erre ugye kutatások, hogy mondjuk ha egy befektetés alap 50 ajánlatot ad az ügyfelének, ami egyébként egy jó dolog, mert hát az 50 bogyan -ben azok benne vannak, mint hogyha mondjuk 5 adott volna, mégis az emberek többet vásárolnak azokból, amikor csak öt lehetőség volt számukra megadva. I igen, egyébként mi is most itt az ó, tehát a, mi is most csináljuk ezt az online vagyunk ezzel, és ott is ebbe az irányba mentünk el, megpróbáljuk nagyon egyszerűvé tenni a választást, mert, mert azt mi is érezzük, hogy amikor odarakjuk eléjük a 10. tízféle abszolút hozam alapunkat, meg a féle benchmarkos alapunkat, akkor abból még én se tudnék választani, nem hogy az ügyfél, de így most aki hozzánk jön online számlát nyitni, annak nagyon könnyű dolga lesz a választásban. Igen, ezért pont a mai világban már kezd felértékelődni, hogy a tanácsadóknak a szerepe, mert hogy annyi lehetőség ér minket, hogy a mai ember ugye ebben már nem tud dönteni, nem tud mindenben otthon lenni, és mindig egy tanácsra várunk, hogy val egy nálunk sokkal jártasabb figura, ugye a kérdésben sokkal jártasabb figura adjon nekünk egy, egy tanácsot, Egyébként ez nem, nem mai dolog, tehát ö, sok, sok dologba a kapcsolatban ugye a barátaink tanácsát is kikértük mindig, de ugye erre most már iparágak képülnek, hogy hogy segítsenek az ilyen nehéz, bonyolult döntésekbe az embereknek. Azért az erős volt, amikor a cikkedbe behoztad a középkorból a példáidat, hogy középkor még senki nem szedette antidepresszáns bezzeg, most az USA-ban már az emberek hatod a nem biztos, hogy ezt ahhoz kötném, hogy egyébként szegény usa a nagy kapitalizmusban, a, nem tudom, a nagy volmárt polcok mellett kénytelenek, nem tudom, 15%-ban antidepresszánsokat szedni. Pedig én annak a... inkább örülök, hogy nincs igaz. Azt hiszem, az van, hogy a középkorban a mentális problémákat nem tudták segíteni meggyógyítani, meg most meg igen. És persze lehet, hogy az usa kicsit túlják az antidepresszánsokat, erről sokat olvasni, és ezt el tudom fogadni, de, de azért ez, ez, egy kicsit erős példa volt. Én maradok ebbe a jó kis nagy, nagy, nagy és sok polccal rendelkező világban, és bevásárló központokban. Hát ott értelek Balázs, igazából nem arra gondoltam, hogy a középkori piacot hasonlítsuk össze a mostani Volmártal, inkább talán az embereknek az ilyen élet kapcsolatos döntését, ami azért nagyon sok embernek problémát okoz, hogy Amerikában, amikor kikerülnek az egyetemre, akkor mit kezdjenek magukkal vagy bármelyik mai fiatalnak ugye ez egy komoly probléma, akkor nagyon egyszerű volt, ott volt az apja, csinált egy mesterséget, abba beletanult, és akkor egyszerű volt az élete. A Balázs elmondta, hogy mi a jó, rossz, nem kellett ilyeneken gondolkodni. És ma már ez milyen kínos. Egyébként Balázs, nem, tehát igaza van ebben a Tamásnak, tehát onnantól kezdve, hogy rengeteg választás van az életben. tehát érted, most már a, a nemed sem determinált. Tehát, hogyha olyan világban néz például az Egyesült Államokban, hogy akár még, még azon is elgondolkozhatsz, hogy biztos, hogy jó testben élek. Tehát ugye ez nem voltak az épkorban, és azért ez engeteg pszichés problémát szül. Oké, okay, én abba szerettem volna belekötni, hogy az, hogy az amerikaiak hatod szed antidepresszást, az nem a választások szabadságával függ szerintem össze, hanem arra, hogy most már van gyógyszer olyan betegségre, amikre régen nem volt. Azzal is, meg ezzel is, persze. Hát, amíg nem volt de azzal, azzal is, meg ezzel is, ez, ez nem a jó leírás helyzetnek. De ezt tartom. De Mert egyet most... értek, hogy a középkorban kevesebb volt a választás, és ennek volt valamiféle előnye, de az antidepresszánsokkal nem kötném össze. Azt, ne, azt, nem mondjuk, hogy ez az előnye. Én azt, az nem mondanám az előnye. Ez, ez, egy, ez, nem egy, ez, nem is bug, nem is feature. Ez van. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy érted, tehát nem, nem mondhatod azt, hogy a kevés választás az egy előny, az megkönnyíti a választás, ennyit mondhatsz. A kevés választás is tud depresszióhoz vezetni, ha már itt az. Így van, így van. De azért mondom, hogy nem, tehát nem, most nem arról beszélünk, hogy melyik a jobb, arról beszélünk, hogy melyikben könnyebb dönteni. Így van, tehát mindenkettőnek van előnye. Tehát azért én is örülök, írtam is el a cikken végén, hogy örülök, hogy azért az étteremben megkérdezik, hogy mit szeretnék kérni. Én, én meg megmondom, mire jutottam. Amire én jutottam, ezt már mondtam itt, de ha nehéz a választás, akkor az valójában azt jelenti, hogy tök mindegy a választás. De szarra izgulatjuk magunkat az, hogy kerek vagy szögletes lámpát vegyünk a nappaliba, de, de higgy el, mindenki tök mindegy lesz. Egy hét múlva már észre sem veszi az ember azt a lámpát. volt Zsolt, nem... egyetértek. Bútorvásárlásban vagyunk, most költözünk új lakásba pont egyébként a, a baba miatt. Amennyi bútor van, most már hát lehetetlen ugye a jót meg, vagy tehát bocsánat, tehát igazából az van, hogy mindegyik jó valószínűleg, de annyit elgörcsöltem ez, hogy most pontosan melyik, hogy legyen, milyen színű, hogy az biztos, hogy fölösleges lesz egy fél év múlva. Szóval. Engedd el. Én ezt annyira elengedtem, hogy azt mondtam a feleségemnek, hogy Engem nem érdekel, csinálja mindent ő. Tehát, hogy tök, most én nem, nem akarok inputot adni ahhoz, hogy milyen színű legyen a fal. Tök mindegy. Amúgy tudjátok, én nem szeretem megkülönböztetni azt, hogy férfiak meg nők erről meg arról mit gondolnak általánosságban, de itt beállok mellétek egy kicsit. Itt érzem a megosztottságot én is. Tehát, hogy, hogy mi van? Hogy a... Hát, hogy valójában most, hárman fiúk itt megbeszéljük, hogy minket ez nem érdekel, csak itt a probléma nem erről szól. A másikat érdekli. És a, tudod mi a és mondtam a feleségnek, hogy nem kell ezen görcsön, mert tök mindegy ragaszkodott ahhoz, hogy nem tök mindegy, És oh, mondom, jó, hát ez is vonultam ki a... a... Nálunk mondjuk máshogy, más működik kicsit a rendszer, valójában Eszter is olyan, hogy igazából neki lehet még kevésbé fontos, mint nekem, szóval ez, nálunk nincsenek meg ezek a szerepek. Hoppá, hát akkor az előítéletessége még erre a három adatpontra sem állt, úgyhogy akkor tényleg vissza, akkor visszatérek az eredeti megfontolásaimhoz. És akkor Tamás, a Sergio Ramos mellé találtuk még a szövetes lámpa problémáját is, ami, kifogat kifogott rajtad az irracionalitás. És Ja, igen, és ami, ami még nagyon jó volt ebben a cikkedben, akkor, akkor azt én olvasom föl, a Ha hajlandók, tehát arról van szó, hogy amikor döntés elé jutunk, és le, elengedjük a döntést. Tehát hogy amikor egy orvos orvos megkérdez minket, hogy akkor mit az A-terápiát szeretnénk, vagy a B-terápiát, valójában azt kell mondani, hogy több mint egy döntse el az orvos. Egy valami fontos, és ezt, ezt most tőled idézem. Gondoljuk át, hogy az orvos tanácsadó és a mi céljaink egybeesnek-e. Az egyik lehetőség ne legyen egyszerűbb, vagy pénzügyileg jövedelmezőbb a másik számára. És, és ez, e, tehát ez, tényleg, ez, ez az, ami, az ami fontos. Tehát a, a, taxisra akkor lehet rábízni, hogy milyen útvonalon vigyen, ha, 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 nem abban érdekelt, hogy a minél hosszabb útvonalon vigyen, mert hiszen akkor több pénzt szed le tőlem. Tehát... Ez a legfontosabb. Egyébként ezt a cégek kihasztásánál is ugye a tulajdonos, tulajdonos a tulajdonos legyen a, a, a menedzsment is. Tehát, hogy ott is, ott is, tehát ez, hogy hajóban nevezzen velünk az, akinek átengedjük a döntést, ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért lehet a feleségünknek átengedni, hogy milyen színű legyen a lámpa. Igen, pont ez a, a, az oka annak, hogy a barátainktól kapott tanácsokra támaszkodunk talán leginkább, mert ugye ők a legkevésbé érdekeltek abban, hogy a saját érdekeik szerint alakítsák a, a, a tanácsokat. Igen, tehát azt, ezt tudja megtenni az ember, hogy hát adja a lehetőséget, hogy gondolján, hogy a másiknak ebben mi az érdeke. Igen, és ezt azért Van -e kivál... érdeke? Ezt azért már kiváltotta ugye a social media, tehát amikor, a, amikor tehát egy, egy, termékre van ezer vagy millió visszajelzés ott, az, az, az van olyan jó, mint a barátod, sőt az jobb. Na figyelj, Tamás szintén egy ilyen nagyon racionális ember, aki azt mondja, hogy te, te például mit csinálsz a babaváró Hiteleddel. Mert ugye itt mindig mindenkit hülyézek, még az is, aki lakást vesz belőle, aki meg plazmatévét, azt meg pláne hülyézem. Te mit vettél belőle, Tamás? Hát most olyan embereket finanszírozok, akinek nem indítják el az alapját, és ezért nincsen likviditása. Az egy nagyon jó befektetés, gratulálok. És a többivel mit csináltam? Azért olyan sokat nem emésztettem fel a váró itenedből. Hát félretettem a, a, a várható bukóimra, amit ugye majd a te befektetésed el fogunk veszteni. De valójában most abba gondolkodok, hogy valami jó kis magyar eurós állampapír veszek, és ezt visszafedezem forintra ezzel már egy jó kis forinthozamot elérve. Tehát eszedbe se jut felélni, ez a legfontosabb. Tehát eszedbe se jut, hanem amikor, majd, amikor már biztosan megvan, akkor a hozamait fogod felélni. Ugye jól, jól értem a, 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 az elméletet. Igen, igen, igen. Tehát valójában itt egy arbitrást csinálok, hogy ne legyen benne kockázat, csak biztos járjak jól. Jó, figyelj, és akkor másik ilyen, mert a másik tettem, hogy hogyha bármit ilyen mindennapi dolgaimmal kapcsolatban azt a Tamás szoktam megkérdezni, hogy például az, hogy milyen pénzügyi segítséget használsz te a mindennapi elmezet. Igen, mi az, amit másképp csinálsz, mint, a, mint nagyon sok ember nem csinál? Hát ezt nem tudom, hogy mennyire csinálom másképp, de ugye ezeket a népszerű applikációkat én is használom, ugye a Revolut az egyik, azzal ugye lehet azért megfogni a banki költségeket. Egyébként ugye bankelemző vagyok, én nagyon vicces, de azért azt látom, hogy a bankok azért sokszor nem tudják még azt a szolgáltatást nyújtani, mint egy ilyen fintek, amire egy ilyen fintek képes. Nyilván a fintekekben rengeteg pénz áramlik, meg ugye piacot akarnak szerezni, ezért olcsóbbak is. Tehát bizonyos szolgáltatásokat ezekkel érdemes kiváltani. Tehát én is, hogyha külföldre megyek nyaralni, akkor biztos, hogy a Revolut kártyámat használom, nem pedig a saját bankkártyámat, vagy hitelkártyámat, mert sokkal rosszabbul tudok váltani, ilyen kis apróságokat tudok, de... Nem, hogy pénz bele, van, hanem ugye az van, hogy piacot akarnak szerezni, és egyelőre a, a, a működési költségét az teljes mértékben a tulajdonosok... A fogyasztók. Nem a fogyasztók, a tulajdonosok fedezik. Tehát a, fogyasztónak ingyenes szinte minden szolgáltatás, azért, mert a tulajdonos betolja a pénzt minden évben, ami mondjuk egy revolútra szükséges. A, egy valami, én szoktam figyelni, hogy ne csak ott nagyon sok pénz, mert ha egyszer bemondják az unalmást a tulajdonosok, akkor nem szeretnék pont akkor. Bár most már ugye a az bank is egyben. Igen, hát, ha valaki ingyen pénzt akar adni, akkor tartsuk a kezünket. Igen, tehát nem árt, nem árt, sorban állni ott, amikor az ingyen pénzt osztogatják. Pláne ezt ugye külföldről lehet. Hát akkor még boldogabb az ember. Nem? Most egy kicsit nemzeti eskedek. Valás, örülünk, hogyha az amerikai befektetőnek szedjük el a pénzét? Annak mindig örülünk, persze. A magyarok legyen az összes. Most. Na, de én unom itt a bankokkal. Tominak van egy sokkal izgalmasabb szektor, amivel sokkal kevesebbet is foglalkozó sajnos, meg kevesebb cég van a tőzsdén. Ezek a játékgyártók. Mesélj már kicsit, Tomi, inkább erről. Például itt volt a CD Projektben ilyen nagy emelkedés, aztán nagy zuhanás. Gondolom, hogy, gondolom, hogy ez jobban megmozgatott téged, mint ezek a régiós bankok. Igen, ez a CD Projekt azért egy nagyon más, más történet volt. Azért lett, hogy ez nekünk izgalmas, mert vannak olyan régiós alapjaink, amik be ez a CD Project nagy súlya van, és ugye kellett, hogy legyen róla valami véleményünk, és azt láttuk, hogy ez évről évre növekszik, óriási hozamokat ér el a tőzsdén, és már nagyon nagy lett. Mindet, mindezt az okozta, hogy volt egy új játék, ami megjelent azóta, ez volt ez a ki? Cyberpunk. Tehát akkor ment föl, amikor még meg se jelent, ugye ez a kulcs az egész hát a, a akkor... tőzs... A tőzsdén ugye a várakozások mozgatják az árakat, tehát emiatt nagyon nagy várakozások épültek ki ezzel a új játékkal kapcsolatban is. És ugye az a, az a nehéz még az ilyen cégek értékelésében, hogy nincs ilyen stabil múltjuk, tehát nagyon el tudnak ezek a várakozások, ugye, a szaladni. Hit, a hit. Igen, egy kicsit ilyen, ilyen hitszerű, hogy mennyire hiszük el azt, hogy mit tudnak majd ezek a jövőben. És kicsit ilyen námokat kell diszkontálni, amikor egy, egy ilyenre modelleket készítünk. De hát ugye már ez olyan szintekre jutott el a CD Projektnél, hogy már kicsit azt tárazta a piac, hogy a, talán valaha volt legjobb játék, vagy legsikeresebb, pénzügyek legsikeresebb játék a GTA 5 körüli eladási számokat kezdtek el prognosztizálni az elemzők is, illetve hogy ezt folyamatosan meg tudja ismételni a CD Projekt, tehát hogy két-három évente ilyen nagy játékokat ki tud majd hozni, miközben ez egy, azért egy kisebb játékfejlesztő volt, aki folyamatosan persze nőtt, de hogy még az, arról nem bizonyított, hogy több címet tud egymás mellett fejleszteni, és ez, ez hajtotta igazából a várakozásokat, hogy ezt mindenki elhitt, hogy a CD Projekt nem tud hibázni. Ez a csúcsán 450 volt ez a CD Projekt, ez 2020 ősz, ősze. Inkább úgy gondolom, hogy a csúcson azt hiszem ez volt a legértékesebb lengyel részvény, nem? Így van. Így Nagyobb van. volt, mint mondjuk a PKO Bank, ami a helyi OTP. Na jó, de nem csak Európában is a kevesedik volt, tehát nem csak, hogy ország van, nem? Tehát ilyen Volkswageneket vert, Bert, vert, vagy nem De vert? is nem vert. Tehát a Jó. Volkswagen az egy ilyen 80-100 milliárdos cég, ez meg egy ilyen 20 milliárdos cég lehetett akkor. De egy ilyen OTP bankot igen, az megelőzött például. Na. Ami azért egy regionális nagyban. Tehát 450 volt a csúcsa, most 180 zlotyi körül forog, és de ez, ez, egy azért, ez, egy sikersztori, tehát ez egy olyan buborék, amit jó előre megmondtunk, hogy ki fog duran, és még úgy belátható, hogy jön belőle ki is durran. Tehát nem az van, mint a Balázs, Tesla-ja, megmondta, hogy buborék, aztán tízszerezett, és akkor onnan esett 30 ot ez, 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 egy sikeres buborék. Balást itt megvédeném, Balázs itt benne volt még a legvégén, és a legjobb időben szállt ki, szóval nem buborékozta a CD Projektet uh, idő előtt. Hát inkább úgy mondom, hogy benne voltam a buborékban, és még erőbe kiszálltam. Ez a ritka pillanatok egyik, látod? Zsolt, egyébként ugye tényleg az a különbség, hogy itt meg volt a trigger, meg lehet, hogy volt egy időpont, hogy na ott eljön az igazság órája. Sok technológiai cégnél nem jön az igazság órája, mert hát ha negatív is az eredmény, akkor hát majd tíz év múlva jó lesz. A Facebook nem most jön el, nem? Ez az épp tegnap. Hát a piac hangulatától is függ, hogy mikor mit tekintenek igazság órájának. a Facebook is el, hogy ha, ha nem, egy, nem egy, ilyen nagyon volatilis, éppen ilyen technológiai utálatban lévő piacon lennék, akkor nem biztos, hogy 26%-ot esett volna erre a jelentésre, hanem voltak olyan idők, tehát még másfél évvel ezelőtt jelentett volna egy ilyet, akkor lehet, hogy esett volna rá 5%-ot, aztán ment volna föl tovább, mert az volt, hogy hát most kicsit kisebbet nőtt, mint gondoltuk, meg vannak itt ilyen problémák, de hát majd tíz év múlva úgyis sokkal jobb lesz minden. Most valahogy nem ez a hangulat az elmúlt egy-két hónapban. Igen, itt az a nagyon fontos, hogy a várakozásokhoz képest mi történik. Tehát itt nem arról beszélünk sokszor, hogy valami rossz, do rossz dolog történik, tehát hogy így is nagyon jó eredmények vannak, mondjuk, vagy például ez a Cyberpunk se lett egyébként egy nagyon rossz játék, tehát továbbra is azért a év legfontosabb játékai közé tartozott. Egyetlenül az okozta ezt az óriási tősdiesést, hogy a legjobbnak várták, vagy hogy a legjobbak közé várták, meg azt látták, hogy ez a CD Projekt már ezt meg fogja ismételni folyamatosan. Azt hiszem, azt számoltuk ki, amikor te tartottad erről a prezentációt, hogy hát a CD Projekt nagyon jó, ez a világ egyik legjobb játéka, de ahhoz, hogy az az árfolyam, amit látunk a Bloombergen, az, az fundamentálisan megalapozott legyen, az még nyolcszor meg kell csinálni kb. egy ilyen jó játékot egymás után három-négy évente. És akkor ezen agyaltunk, hogy húha, de hát igen, az egyrészt nem valószínű, de mégis, hát ugye igazából azt fogja jelenteni, hogy ha a Cyberpunk mégis nagyon jó lesz, akkor, akkor hirtelen hogy majd nem, nem tudom, nyolc játékot tud megcsinálni, még folyamatosan nem tizenötöt. Tehát ez is, ez is lehet, hogy benne volt a pakliban, azt nem tudjuk most már meg egy utólag, mert összomlott az árfolyam. Hát minden az a nyolcból a első sem sikerült. Vagy akkor inkább úgy mondom, hogy a második ma Witcher sikerült, és akkor a második Igen, igen, a sikerült. Witcherről volt nagyon híres ugye ez a, ez a kiadó, és ugye ráadásul még a hype erősítette szerintem, hogy akkor indult be még a netflix a sorozat is, és akkor azzal is úgymond nőtt ennek a ennek a sztorinak a híre, tehát mindenki azt várta, hogy ha még egy Witcher franchise meg tud csinálni a CD Project, akkor ezek az árak igazából nem is olyan drágák, is. vegyük tovább. Egy rendes tőzsdei cégben ilyenkor jön valami összeesküvés elmélet, hogy azért jött ki akkor a Netflix a witcher hogy a CD Projekt árfolyama föl. Na, nem? te érzitek? Nem érzitek? Nem érzitek a izét? Nem Én minden. nem érzem, ez még a te világod, hogy a 90-es <laughs> évekből megmaradtak ezek a én tudások. Szokta, én szoktam taxizni. Én hallgatom ezeket. Na és Tomi, volt itt még ebben a szektorban egy fontos síre az elmúlt két hétből, hogy a Microsoft felvásárolta az Activision blizzard Én ennek nem látom még a jelentőségét, de hát azt látom bele, mint csomószor máskor, hogy hát ezek a big tech ezek épülnek tovább, felvásárolnak mindenkit, egybegyúrják magukat, hálózati hatásokat generálnak. Igen, ez történik valójában a világban, sőt most még valamivel olcsóbb áron tudták ugye ezt megtenni, még hogyha jelentős prémiumot, azt hiszem, olyan 40%-ot még rá is fizettek ugye a piaciához képest. De hát ugye az Activision Blizzard azért egy nagyon nagy név, ez gyert ugye a Call of Duty-t, vagy őkészíti, ők illetve ugye ezeket a Warcraft, Starcraft sorozatokat, ami talán így a leghíresebb itt a, a, nevek közül, meg hát a nagy Candy azt is, azt is ők gyertek, hogy a mobilos játékok piacán is. Igen, ez egy kozmopolita uh -huh. podcast, itt ezt Warcraftnak Warcraft, -nak, Warcraft -nak jó, jó, a Warcraft az a, az az a vidéki, vidéki... Én még koreszas. a 90-es években kezdtem ezzel játszani, <laughs> akkor még az angol a fasorba sem volt nálam. <laughs> Na, jó van. De figyeljetek, szerintem ennyi elég racionalitásból, meg, 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 meg játékokból. Na hát köszönjük szépen, Tamás, itt voltál, a viszont szóval hallásra. Köszönjük, szia Tomi. Sziasztok. Na és racionalitás után, akkor itt a most már akkor a Tamás után vagyunk, és pávatánc után, és szupra portfólió kezelőváltás után. Szóval ezeknél is történtek durvább dolgok a héten, mert megburdalt a családunk szíriai aranyhölcsöge nem tudom, miért olyan mondod a megmurdáltad, de oké. Okay. Mert szíria, de ki. Szíria jól ki. Hát sajnálom tényleg. Meddig élt? Másfél év, ami egy ilyen kötelező minimum. Tehát nem, nagyon nem vagyok rá büszke. Mondjuk ne, durva. De, de, egész jó is a család. Tehát volt egy kis pityergés, de, egész, de csak addig, amíg be nem dobtam, hogy annó Egyiptomban, a fáraók mellé, oda temették a feleségüket, talán még a gyerekeiket is. Szóval kezeljék helyén a sorscsapásokat. Úgy is mondhatnám, soha nem volt ilyen jó elveszíteni egy fáraót, tranzitív egy hörcsögöt, mint most. Jól beszéltem e Balázs? Nagyon, nekem ez nagyon tetszik. Csak Köszönöm. az a kérdés, hogy miért halt meg, nem etettétek rendesen. Esetleg tetetted el lábalól, mert sokat futott a este a keréken, és nem tudtál tőle aludni. Ez honnan tudod, hogy este fut a keréken? Úgy, hogy nekünk is volt hörcsögünk régen. És, és meg murdált? Meg. <laughs> Jó, a volt ergés. Hát, azt nem tudom, de nagyon szégyeltem magam, mert mire meghalt már csak az anyukám foglalkozott vele, és én megmárnám. Pedig ér. nyilván én sírtam ki, hogy legyen. Aha. Ö, na kérdez, hát ugye azért az, hogy elteszem a lábalól egy hörcsögöt, ugye ez a hallgatottság növelése érdekében. Tehát érted, Dávid, Hörcsög, tehát azért meg lehet, ne, lehetne ezzel megdobni a hallgatottságot, meg a másik szempont meg, hogy edzem a lányokat arról, hogy az élet kegyetlen. És hogyha érted, ha ez így, így, ebben a színben tüntetnénk föl, egyébként nem volt semmi közöm a ha Hörcsög halálához, tiltakozom. Szóval ha ebben színben tüntetném föl, akkor nem is tudom, hogy ez a jó vagy a rossz apaság jele, szerinted. Ezzel növelni a lányaidat, ezzel növelni a hallgatottságot, és növelni a bónuszt, és növelni a lányaid oktatására szállható pénzmennyiségét. Hogy érzel? Hát ez egy rossz dolog, a hölcsöknek is vannak jogai. Ne tedd, nem teheted el idő előtt lábalól. Aj, jó, oké. Akkor jól csináltam, nem tettem el ezek mellett. Egyébként, hogy ez jó vagy a rossz apaság el, és erről ugyan a jó apa, erről mit be a jó Isten. Mert a, a jó Istenhez, az Isten elé oda, oda szokták tenni, hogy jó Miközben hát minden csak nem jó. Tehát, hogy ugye ő az, aki az izével, a, a, az özönvízzel operált, ő az, aki mit a szodoma és gomorát, én nem tudom, tehát tűzesővel szórakoztatta, csak azért meg kicsit többet szexeltek, mint kellett volna. Aztán ott van Ninive, ami, ami kövé változott, azt hiszem. Szóval, ez szóval elég durva dolgokat csinált ez a izé, nehéz a jóra gondolni, mégis oda teszik a nevel, és azt pont ezért, ugye a Télapó vagy a Mikulás nevel, és senki nem teszi ide, hogy a jó Mikulás, hiszen az, az jó, az mindenki tudja, a jó, a húsvéti úr is jó. Oda nem kell oda tenni, és ez csak azért nagyon érdekes, mert a, a demokratikus szó ilyen. Képzeld de volt egy csomó ország, te nem nagyon találkoztál. NDK neked még mond valamit? Persze, az megvan, és az volt a demokratikus, pedig az volt az orosz megszállás alatt így van, tehát hogy azok az országok, amik belerakták a nevükbe a demokratikus, tehát azok mindenek voltak, csak nem demokratikus. Ilyen volt az NDK, ilyen a, a KNDK, ugye a korai Népi Demokratikus Köztársaság, ilyen volt a Etiópia, Kongó, Algéria. Szóval tényleg az összes nem demokratikus ország oda rakta nevel, hogy demokratikus. Na, én azt hiszem, hogy a jó meg a jó istenek is valahogy így, így operálnak ezzel a jó szóval, mint a demokrata országokkal. A, a, demokrata vizével, demok nem demokrata országok, a demokrata szóval. Most azért összemélyek, hogy van egy aranyapám. Vagy ezt szokás mondani? <laughs> arany a szokás, de az, az, nem tudom mi. Nem tudom, de az, a, jó, a, jó, helyett arany is van, látod. Na egyébként most nagy a szám hörcsöggel kapcsolatban, de még engem is megrázott a dolog, de még szerencse, hogy ez a fékezhetetlen ókori egyiptomi tudásom, ez engem is helyre tesz. Egyébként venni kell egy újat, tehát az a megoldás, és akkor a lányaid megnyugszanak, hogy jaj, jön egy új bébi ölcsök, hát az tök aranyos. De még ső, sőt, a forgácsból is újat kellett vennünk, és épp, hogy a ketrecet megmenthettem, és akkor nem aranyapuka van, hanem veljó apuka. Mert a, ugye a apuka találkozik a tervezett elavulás intézményével, amiről sosem tudom eldönteni, hogy mennyire valóság és mennyire összeesküvés elmélet, de majd a hallgatók megírják, megköszönjük. Várjál Zsolt, nem tudlak már teljesen követni. Miért mondod, hogy a tervezett elavulás az egy összevesküvés elmélet? Hát, ez pont olyan, érted, tudod, a, a háttérhatalmak ugye a multik összeesküdnek ellenünk, szegény fogyasztó ellen, és direkt úgy csinálják meg az eszközöket, hogy korán... El... Ja, és ugye a hörcsök is élhetne 5 évig, ha a multik azt szeretnék, de itt csak más él. Hát pláne, hogy még új, nem tudom, mit is kell venni hozzá, meg nem tudom, mit is, mert hát, ha attól fertőződött meg. Szóval nem tudom, nem tudom, hogy megy ez. Jó, hát a forgácsát azt tényleg le lehet cserélni, azért azt megilleti az új hörcsögöt. Igen, igazadban, van, megsértődik, nem? Na figyelj, Ricky Gervais, ismered? Ricky Gervais, nem ismerem. Nem, így, ezt már múltkor sem ismerted, mert akkor is próbáltak bemutatni neki. Hallgatók ismerni fogják, ő volt, aki a kia, például a, egy komikus, de a legbrutálisabb, tehát mindenkibe beleszáll boldogam. Nagyon viccesen. Néhány ilyen Golden Globe, meg nem tudom, milyen diát adott, tartott. És róla van az a sztori, hogy van valaki, akire nagyon rászállt és sokszor sziporkázott az ő kárára, és akkor megkérdezték ezt a valakit, hogy hogy bírja, és azt mondja, hogy jó, semmi gond, mert Riki néha oda jön hozzám, és megkérdezi, hogy nem baj, hogyha most megint majd szivatlak? És, és, akkor mondom, hogy persze, hogy nem baj. Na és akkor ezt most azért mondtam el, mert én is most rögtön három bombát fogok bevetni itt a búcsúzás címén, mint Riki Zservé, és én is én nem tudtam mindenki az oda menni előtte. Dávidnak azért írtam egy levelet, hogy figyelj, azért lehet, hogy itt a poszthumuszításoddal fogok poénkodni, nem probléma, ugye? De hát nem írhatok mindenkinek levelet, úgyhogy következőképpen szeret, de, de senkit nem szeretnék megbánni. Ja, és Riki zservait, amikor megkérdezték, akkor azt mondja, hogy hát ő nagyon szívesen oda menne mindenkihez. Mindenkihez, akivel poénkodik, és előtte elnézést kérne, mert nem az a cél, hogy megbántsa őket, hanem az, hogy viccelődjön. Szóval akkor leköszönésként Balázs, nyugtass meg, hogy nálad minden rendben van otthon, és csak egy hörcsögöt, egy Dávidot, meg egy alapkezelő Minusszal fordulunk rá a hétvégére. Hát ennyi mínusz elég lesz, úgyhogy én most nem is tudok milyen mínusz hozzátenni az én otthonomból. Ö örülök neki, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, egy pluszosabb hetet mindenkinek a jövő héten, a viszont halásra. Dávidot szerintem visszakapjuk, az biztos plusz lesz. A viszont hallásra, sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz. ping <small>